Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint Premiere Pro Tutorial érkezik. Ilyen gyors talpaló lesz, hogy mire kell figyelni, mit kell úgymond tudni, kötelező. Az egyik enkoros ismerősöm írta, hogy szeretné megtudni, hogy hogy kell több videót összefűzni, megvagdosni őket, illetve időzíteni, stb. Na hát én elindítom is a programot. A lényeg az, hogy én a Premiere Pro CC-t használom, de régebbi verziókkal is gyakorlatilag ugyanúgy kell mindent csinálni. Ez most egy ilyen gyors videó lesz, tényleg az alapokat, amiket úgymond kötelező, hogy mindenki tudjon szerintem. Kezdjük is azzal, hogy csinálunk egy új projektet. A Capture részen én át szoktam állítani HDV-re. Ezt itt nem mindenki így csinálja, én így szoktam. Be is jön maga a program, következő lépés, ami fontos, File, New, Sequence, vagy Ctrl-N. Én nekem itt vannak előre lementett custom beállítások, de valaki általában azt hiszem, hogy itt a DV NTSC-nél fog megjelenni, de tudunk customot csinálni, hogyha rámegyünk a settingsre. Valamikre rákattintunk és settings, video editing, itt rámegyünk custom. A frame rate-et beállítjuk 30-ra, vagy hogyha kamerával felvett videók, akkor 29-97 vagy 25 frame per szekundum. Ezt most tudjátok, hogy hogy vettétek fel a videót, és hogy hogy szeretnétek, hogy kinézzen. Felbontást átállítjuk, nekem most úgymond ultrawide-on van, úgyhogy áttesszük 1080-ra. Kísérje a képarányt abban az esetben, hogyha itt beállítjuk a Square Pixels-t 1.0-ra. Én ajánlom mindenkinek, hogy ezt erre állítsa. A Fields menünél No Fields Progressive Scan-re kell tenni. Ez a rész meg 30 FPS timecode. Az audio részt ezt meg megint mindenki tetszés szerint úgy állítja be, hogy neki szimpatikus. A preview formátot én iframe only szoktam használni, ugyanúgy Full HD-ba. Itt be lehet állítani maximum render quality-t vagy valamit, de szerintem ez totálisan felesleges. Illetve, hogy ezt érdemes kipipálni, hogyha videókártya vagy valami támogatja, akkor azt használja főleg. Le is okézzuk. Jobban mondom, még van a tracks rész, ahol be tudunk több videósávot és audiósávot tenni, hogyha itt teszünk mondjuk kettőt, akkor több audio és videósávunk lesz. Ezek után leokézzuk. Meg is jelenik a projektünk, ami után következő lépésre beimportáljuk vagy itt, vagy a File, Import, Control, Image különben. Beimportáljuk a videókat, amiket szeretnénk. Nem ajánlott túl sok videót egyszerre importálni, főleg a nagy méretűek, mert hajlamos a Premiere Pro is összeesni. Tehát inkább egyesével vagy kettesével importáljuk a videókat. Főleg, hogyha hosszúak és méretesek. Beimportáltunk egyet, importáljunk még egyet, mondjuk a másik intrómat, az újat. Újat, amit már több mint egy év használok. Következő lépés annyi, hogy behúzzuk ide erre a timeline-ra gyakorlatilag a két videót. Be is húztuk. Itt, hogyha túl kicsik vagy túl nagyok, akkor nyugodtan lehet nagyítani rajta. És akkor itt már látszik is mind a két videó egymás után. Jó. Itt tudjuk fitre állítani, hogy teljes kijelző mutassa a dolgokat, vagy kicsinyítsa, nagyítsa, hát fitre szoktuk állítani, mert így az értelmes, hogy lássuk is, hogy mit csinálunk. Következő lépés, amit kérdeztek, hogyha sok videó van, és ezeket szeretnék megvágni. Hát a vágás az az egyik legegyszerűbb dolog. Megfogjuk ezt a videót, mondjuk arra húzzuk, hogy ne zavarjon be. És én nekem itt van ez a videóm, hogy STB videó. Mondjuk én többet nem szeretnék ebből csinálni, és mondjuk itt meg akarom vágni. Nagyon egyszerű az egész. C gombbal, billentyűzettel, vagy rájövünk ide erre a Razor Tool-ra, és kijelöljük ott azon a részen, ahol mondjuk meg szeretnénk vágni a videót. Rákattintunk, és az a videó ott el is van vágva. Tehát átállítjuk megint a Selection Tool-ra, vagy V-vel kiválasszuk, és már el is tudjuk választani egymás között a gyakorlatilag a vágott részt és a másik részt. Tehát most akkor az egyik videóból csináltunk két darabot. Jó. Ennyi lenne maga a vágás. Ez így mind szép és jó. De mondjuk én a másik videóból is akarok vágni egy darabot.
mondjuk itt meg is akarom vágni, hogy ez az eleje ne legyen meg. Ugyanígy megfogom, Razor tool-val elvágom, a V billentyűvel kiválasztom megint a Selection tool-t, és én ezt a részt mondjuk törlöm innen. Egyszerűen megnyomom a Delete-et, és már ki is törölte. Feltételezzük, hogy mondjuk itten megvágom. Ugyanúgy Razor tool, megvágjuk a videót, illetve V billentyűvel ezt a videót be akarom. Ilyenkor van a következő probléma. Szeretném fölé húzni, de az audio sávot ráteszi egyiket a másikra. Ezért nem csinálunk ilyet, hanem ide kattintunk, és Add New Tracks, és beállítunk neki mondjuk még egy audio sávot. Meg legyen még egy videósáv. Lokézzük, és így van több audiósávunk, és így tudjuk ezt is húzni lejjebb, amit így el is ront, mivel videósávot nem adott hozzá. Legyen három videósávunk, és ezt fogjuk most használni. Itt ilyenkor szokott a Premiere Pro egy kicsit szarakodni a videóval, és így külön tudjuk húzni. Na már most, egymás fölött van gyakorlatilag a két videó. Itt tudjuk méretezni, hogyha én mondjuk egyik videót rá szeretném tenni a másikra, akkor ez így fog megjelenni. Na már most én nem szeretném egyiket a másik fölé tenni, csak egyszerűen behúzni a helyre. Ezt ide lehúzok mellé, audio sávot visszavisszük a mögé, ugyebár. És akkor így már össze is vágtuk a két videót. Ezt a részt ugyancsak fogjuk és idehúzzuk. Na már most van nekünk itt még egy részünk. De ne zavarjon senkit másképpen, hogy így húzgálod és a hang ilyen, mert ez így működik. Ha rányomsz egyszerűen a play-re, akkor természetesen normálisan működik. Na, húzzuk ide mellé a másik videót is, nem szeretnénk több vágást csinálni rajta, viszont észreveszitek, hogy ez a rész itt sokkal hangosabb, mint ez a rész. Ezt azt tudjuk vele csinálni, hogy rákattintunk maga arra a layer-re, ami a hangosabb rész, jobb klik rá, audio gain, és beállítunk itt neki mondjuk mínusz 10 decibelt. Így lecsendesítettük gyakorlatilag 10 decibelre ezt a videót is. Tehát hallatszik is a különbség, hogy mennyivel csendesebb, mint ez. Jó. Mivel van nekünk itt még egy részünk, ugyanúgy jobb klik, audio gain, mínusz 10 decibel, enter, ő ezt is megcsinálta, most már ez a videó is csendesebb. De mondjuk, hogyha én ezzel hangosítani akarok 2 decibelt, ugyanúgy audio gain, és akkor itt plusz 2, vagy csak egyszerűen 2. És leokézzuk. És ez a rész 2 decibellel hangosabb lett. Ez így mind szép és jó. Viszont én azt akarom, hogy ezek az átmenetek itt másabbak legyenek közöttük. Rámegyünk az effect főre, Video Translation, legyen mondjuk a Dissolve, és legyen egy Cross Dissolve. Egyszerűen megfogjuk onnan, az egeret rákattintunk, tartjuk kattintás alatt, és ide húzzuk erre a részre, amit a kettőt össze szeretnénk vágni, és itt legyen effektelve, és ha megnézzük, nyomunk egy play-t, van ez a halvány átfestés rajta. Tehát a két videó gyakorlatilag egybeolvad. Ezt szokták általában a filmeknél használni nagyon sokszor. Rámegyünk az effect control-ra, akkor ezt az effektet egyébként tudjuk tovább editálni. Amit pont nem akar. Vagy ide húzzuk. És ezt most így nem engedi. De be tudjuk állítani, hogy milyen hosszú legyen ez a cross. Tehát ő mennyire, hogyha én szeretném, hogy ne 18 másodperc legyen, hanem mondjuk 22,
akkor meghosszabbítja és nagyobb lesz az átfedés a két videó között. Tehát én szerintem ez hasznos dolog lehet, főleg azoknak, aki kérte tőlem a videót, és őnála több videó lesz, ez hasznos cucc. De ugyanígy van itt többfajta effekt, hogyha én mondjuk a következő vágáshoz azt szeretném tenni, hogy most, hogy forogjon itt nekem körbe, vagy ilyesmi, akkor egyszerűen ugyanúgy odahúzzuk ezt is, nyomunk egy play-t, és akkor ilyen effekttel váltja át. Tehát ezek között van itt több is, lehet velük játszani, nyugodtan próbálgatni őket. Ugyanúgy lehet ezt is tovább editálni, hogy milyen hosszú legyen. Itt lehet beállítani más dolgokat is. Ezt be én most nem szeretnék belemenni, mindenki játszik vele, ahogy szimpatikus számára. Jó, akkor legyen még egy effektet teszünk mondjuk ide is. Ezt, ahogy látjátok, nem a kettő közé rakja, hanem ennek a végére. Így jön, és ez így ebbe a formában talán nem a leghasznosabb. Nyomunk egy Ctrl-V-t, vissza és csináltunk mindent. Mivel ilyen rövid ez a videó, gyakorlatilag 10 másodperc az egész. 18 másodperc az egész. Itt ilyen dizolvokkal szoktunk általában dolgozni. Csak most legyen egy film dizolv, hogy ne legyen mégis ugyanaz az effekt, de ezt is így teszi rá. Tehát gyakorlatilag az egyikből átmegy a másikba, de nekünk jó lesz ez így most. Tehát ebből is van többfajta effekt, amit gyakorlatilag úgy tudunk testre szabni, hogy nekünk szimpatikus. A végére pedig én egy Deep to Black-et szoktam csinálni, amit ide rakok a végére, hogy az egész, mikor vége van a videónak, akkor egyszerűen elsötétedik. Mondjuk az egész animáció úgy van megcsinálva startból, de amúgy hasznos. Vagy legyen mondjuk Deep to White. És hogy látszódjon jobban a különbség, és akkor kifejéredik a vége. Ami fontos még, hogy az audio részt, itt lehet ilyen plusz hangokat betenni, de ezekkel én szoktam szórakozni, a crossfade-et átállítani, mert mondjuk itt legyen constant gain, hogy a hang ugyanolyan tempóba haladjon, vagy constant power. Tehát gyakorlatilag vagy exponenciál, mi az már? Exponenciál fade, én ezt a végére szoktam általában rakni, hogy lecsendesedjen. Így szépen lassan lecsendesedik, ugyanúgy lehet ezt is állítani. Nekem mondjuk legyen 2 másodperc, hogy már úgy elkezdjen csendesedni az egész cucc. És akkor így szépen lassan elhalkul. Ugyanezt itt lehet az Effect Controls-nál még tovább állítani. Most ezt mindenki eldönti magának, hogy kinek hogy tetszik. Hú, így hirtelen nem tudom, hogy mit lenne még érdemes úgymond elmondani erről az egészről, mivel szerintem ezek azok a dolgok, ami alap. Esetleg még itt, hogy a legelején tenni egy olyat, hogy Deep to White Edition Dissolve-val kezdjük az egészet, illetve egy ez így jó. Mondjuk így fekete háttérnél nem látszik a különbség, de hasznos tud lenni. Tehát gyakorlatilag én megmutattam azokat a dolgokat, amiket úgy mint muszáj tudni. Ezt most, hogy pontosan mi mire való, ezekben nem szeretnék most belemenni. Mivel a lényeg gyakorlatilag ez. Aki a Premiere Pro-t arra szeretné használni, hogy most van 10 videóm, azt össze akarom vágni, helyeztetni egymás mellett, az szerintem ennyivel elboldogul. Illetve én megmutatom mindjárt, hogy kell kiexportálni magát a videókat. Tehát gyakorlatilag, aki kérte tőlem ezt a videót, és amire szerintem ő fogja használni, neki ennyi bőven elég lesz. Hogyha van plusz kérdés, vagy valami, azt úgy is írjátok le kommentbe, és esetleg lesz abból is egy ilyen részletesebb videó. Nem szeretnék túlságosan tényleg belemenni, mert csak össze fogom zavarni. Viszont, hogyha elkezd benne dolgozni, és ezeket így majd jól fogja vágni, akkor úgyis hamarabb megtanulja, hogy mit hogy kell csinálni konkrétan. Tehát ezek úgymond egy ilyen minimális alap dolgok, amik nélkül videót nem lehet csinálni. Tehát az most, hogy behúzom a videót egybe, ki is exportálom, az nem videóvágás.
ezt, hogy így vágod, áthelyezed. Itt még rengeteg dolog van máskülönben, amit lehet mondjuk ki akarsz cenzurázni egy részt, azt megint meg lehet csinálni, illetve animálod, hogy az a szöveg, hogyha mozog a képen, akkor azt mit takart ki. Tehát rengeteg dolog van még, viszont ezekben most nem megyek bele, mert csak jobban összezavarom. Tehát ez gyakorlatilag ennyi lett volna. Na hát exportáljuk ki ezt a gyönyörű videónkat, amit a File Export Media vagy Control M billentyűzettel tudunk megoldani. Itt a formátot H.264-re szoktuk állítani, mivel így minőségben jó lesz, nem lesz nagy a méretse annyira, illetve ezt még lejátsza gyakorlatilag minden. A Match Source, hát én custom-ra szoktam állítani, de így is jó, hogy a preset ez legyen. Itt pedig mentsük le, mint test videó. Itt megadjuk az útvonalat neki, hogy hova szeretnénk, hogy tegye. Kérdés csak az, hogy miért fagy le a Premiere Pro. Jó. Itt ki van pipál, hogy export video, export audio-t, hogy a hangot is. Jó, tegyük ezt customer-ra, hogy legyen érdekesebb. Itt ő alapértelmezetten azt a felbontást teszi be, ahogy mi csináltuk magát a videót, editáltuk. Frame rate-re, ha kivesszük a pipát, itt tudjuk állítani, hogy milyen frame-eken dolgozzon. De ő, hogyha pipát hagyjuk bent, akkor ő használja azokat a beállításokat, amikkel mi elkezdtük ezt az egészet csinálni. Ami még számít, hogy a profilnál high, tehát jó minőségre rakjuk, illetve a levelnél én 5,2-t használok, mivel hogyha 4K-ba videózok, vagy ultrawide-ba, akkor hát úgy elcseszi nekem az exportot, hogyha kisebb levelen használom, de Full HD-nál azt hiszem még a 3.0 is elég még. De ez végül is nem oszt, nem szoroz. A bitrate settings, ami még egy fontos dolog, én VBR1-en szoktam használni, a target bitrate az 20-25. Igazság szerint a YouTube, nem tudom, hogy nem partnereknek, azt hiszem 8 megabitten teszi fel a videókat, partnereknek meg talán 14-jel, de ennek ellenére én mindig 20 és 25 között szoktam betenni a target bitrate-et. Tehát target bitrate-et beállítom 20-ra, maximum bitrate 25, így a gyakorlatilag a videónak a minősége között fog majd mozogni. Ami még van itt, az audio részlegen itt, audio formát ACC-t, AAC-t használok, a sample rate-et pedig 48 000-et. Itt audio quality-t is high, bitrate kilobyte per szekundum, az 320-ra teszem, de gyakorlatilag 128-an is még jó a minősége. Tehát innentől fogva annyit lehet esetleg még csinálni, hogy bepipáljuk a Use Maximum Render Quality, és így elméletileg még jobb lesz a videó minősége, amit én nekem igazából nem igazán tűnt fel, hogy jobb lenne. Tehát ez van. Aki YouTube-ra teszi a videót, annak úgyis elbassza a YouTube a minőségét, úgyhogy teljesen mindegy. Innentől kezdve rá kattintunk az exportra, és ki is exportálja nekünk a videót. Ami, ha hosszú a videó, mondjuk egy 10, 15, 20, 30 vagy 1 órás videónál akár több óra is lehet, ez most attól függ, hogy milyen teljesítményű a gépünk. Tehát itt is, ha meg is jelenik a timeline-unkon a teszt videó, illetve itt is megvan a videó. Én nekem most a hang a tévére van küldve, úgyhogy nem fogtok hallani belőle semmit, viszont megnézzük, hogy mi lett a végeredmény. De gyakorlatilag a két videót összevágtuk egyre, megeffekteltük. Ilyen nagyon amatőr szinten. És kész. Tehát kész is van. Ennyi lett volna ez a videó. Hogyha van még kérdésetek, illetve konkrétan, hogy mit szeretnétek, azt nyugodtan leírhatjátok, és esetleg jön majd belőle egy olyan videó is, hogy azt hogy kell megcsinálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!